Alig álltak utasok a nyári szünet időszakában a nyíregyházi pályaudvaron. Szeptember 1-től azonban lényegesen többen utaznak a helyi járatokon, mert megkezdődött az új tanév erre is figyeltek a szakemberek, amikor augusztus 30-án hétfőn életbe léptették az új menetrendet. Mondta Ekés András a Mobilissimus Kft. ügyvezetője 35 perc című műsorunkban. Az iskola kezdés meg a tanítási időszak az teljesen más igényekkel jelentkezik, mint mondjuk egy, egy nyári vagy tanszüneti periódus és nyiregyházán is ilyenkor üzemel egyszerre a legtöbb autóbusz, tehát közel 75 darab jármű közlekedik a reggeli és délutáni csúcsidőben, hogy minden irányból az iskolások eljussanak az iskolákba, a munkavállalók pedig el tudjanak jutni a munkahelyükre. Ugye tavaly volt egy nagyon komoly váltás Nyíregyházán a helyi közlekedésben, és ez az idei, mostani, augusztus 30-i, ez pedig annak egy finom hangolása a közösségi közlekedés átszervezése tavaly indult el Nyíregyházán. Akkor több új járatot is indítottak annak érdekében, hogy a meglévő utazási igényeket ki tudják elégíteni a megyeszék helyen. Egyrészt létrejöttek új kapcsolatok, elindultak új autóbuszvonalak, tehát olyan városrészek között, ahol eddig mondjuk átszállással lehetett utazni, ott már közvetlenül el lehet jutni. és kiemelném mondjuk a 44-es buszt, amelyik Orosról Örökösföldön és Józsavároson keresztül jut el a vasútállomásra, ezt eddig vagy egy vagy két átszállással lehetett megtenni, de ilyen az új 55-ös is, amelyik rendkívül népszerű és sóstógyógyfürdőre közlekedik a, az ötös meghosszabbításával, illetve elindultak tavaly még a nagyváltás előtt az úgynevezett átmeneti menetrendben májustól a 90-es autóbuszjáratok, amelyek a lakótelepekről a belvároson és az autóbusz, illetve vasútállomáson átközlekednek át valamennyi nagy foglalkoztatóhoz. Így néz ki térképen Nyíregyháza busz közlekedésének rajza. Ezt és a legfontosabb változások szöveges leírását a nyíregyháza.volánbusz.hu oldalon találják meg az érdeklődők.